A nem megfelelő táplálkozás miatt egyre több a daganatos, a keringési, a mozgásszervi és a mentális betegség. Ezek jelentősen csökkentik a várható élettartamot, sokan halnak meg a nyugdíjkorhatár előtt. A statisztikák szerint, ha valaki megéri a 65. születésnapját, jó esélye van 80 évig vagy még tovább élni. Ehhez pedig a budapesti nők állnak a legközelebb, náluk a születéskor várható átlagos élettartam 80 év. A legrosszabb kilátásokkal pedig a nógrádi férfiak rendelkeznek, az ő esetükben ez a száma 70 évet sem éri el. Összességében mégis 2,5 évvel tovább élhetünk, mint a századfordulón. Míg egy 2001-ben született lánygyermek átlagosan 76,5, egy fiúgyermek pedig 68 életévre számíthatott, addig 2017-ben a nők születéskor várható élettartama 79 évre, a férfiaké 72 év fölé emelkedett. A növekedés a halandósági viszonyok tartósan javuló tendenciájának eredménye. Ez azt jelenti, hogy a korábbiakhoz képest átlagosan tovább élünk, ugyanakkor az idősebb korúak aránya folyamatosan nő a népességen belül. A tendencia azt mutatja, hogy az amúgy is magasabb várható élettartammal rendelkező megyékben a javulás valamivel erőteljesebb, mint a rosszabb mutatókkal rendelkezőknél. Ez a kedvezőbb életkörülményeknek köszönhető, mégis a legnagyobb emelkedés 5,6 évvel a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei férfiaknál figyelhető meg. A születéskor várható élettartam nem feltétlenül egyezik meg a valós átlag életkor adataival. Két különböző mutatóról van szó, hogy a születéskor várható élettartam azt mutatja meg, hogy az adott év halandósági viszonyai alapján egy újszülött hány életévre számíthat. Míg az átlag életkor a teljes népesség kor szerinti átlagát mutatja meg, tehát ez két teljesen különböző mutató. Mivel Szabolcs-Szatmár-Bereg kifejezetten fiatalos korszerkezetű megye, az átlag életkor a megyék közül itt a legalacsonyabb. Tehát ennél a mutatónál a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei érték a legalacsonyabb, míg a születéskor várható élettartam az is az alacsonyabbak közé tartozik, de nem itt a legalacsonyabb. A statisztikák szerint a következő években is növekedés figyelhető majd meg a születéskor várható élettartamnál.